Szép jó estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Szent II. János Pál pápa és Szent Faustina erekét kapott az Agyagi Egyházközség. A közösség tagjai a nyugalmazott krakói bíboros úr Stanislav Dzsivisz felé fogalmazták meg kérésüket, aki szívesen meghallgatta és teljesítette az egyekiek vágyát. Mivel az egyházközségben dinamikusan fejlődik az isteni irgalmasság és Szent Faustina nővér tisztelete, Szent Faustina nővér erekjét is kértek az irgalmasság anyjáról nevezett kongregáció elöljáróságától. Április elején beteljesedett az egyházközség tagjainak álma, vágya. Március közepén jelentős eseményt élt át az egyeki plébánia közösség. A hívek közül 45-en Krakkóba utaztak, hogy ott átvegyék Szent II. János Pál pápa és Szent Faustina erekjéjét. A nagy eseményre csak nem egy éve készülnek a jubileumi évet ünneplő település lakói. Alakult egy irgalmasság imacsoport, a Szent Faustina ima közösség. Jóval korábban már elkezdtük közösségben is ennek az üzenetnek, Isten irgalmasságának, mint az emberiség végső mencsvárának az üzenetét a magunk életében, meg aztán mások életében is terjeszteni. És így ért be aztán ez az imádságos kérés, ez a közösségben felfedezett üzenet, abban, hogy erekét kértünk és erekét kaptunk. A zarándokút meghatározó esemény volt az egyházközség életében, amelynek tagjait még közelebb hozta egymáshoz. Bár már egy hónap eltelt azóta, a hívek még mindig szívesen idézik fel egymásnak élményeiket. A találkozás a magyar nővérrel, ez Krakkóban volt. Mindenki más indítatásból döntött a krakói út mellett. Volt, aki ki akart szakadni a hétköznapokból, mások problémáikra szerettek volna megoldást találni, megint mások a lelki nyugalmat keresték. Egy ilyen zarándokút az mindig kettős érzés számomra. Egyrészt nagyon szépek az imádsággal töltött percek vagy órák. Én különösen szeretem azt, amikor utazás közben imádkozunk, és egy ima mondása közben, amikor az ember látja ott maga körül a természetet, akkor valahogy még nagyobb hatása van az imádságnak. Mielőtt az erekjék a templomba kerültek volna, el kellett készíteni az irgalmasság oltárát, amely méltó keretet adhat a tiszteletüknek. Pap Róbert, egyeki asztalos mester, örömmel vállalta a feladatot. A vászszerkezetet elkészítettük ennek az erekjetartónak. Itt már látod, hogy mik a pozíciók, hogy helyezkednek el. Nagyon nyers állapotot látsz, azért hozzá kell fűznöm, hogy itt a végleges állapot azért jóval többet fog ettől mutatni, mint amit most látunk. Az oltár elkészítésénél az volt a fő elvárás, hogy méltó helyre kerüljön Szent Faustina és Szent II. János Pál erekjéje. Csak tradicionális anyagokat használtak hozzá. Kanadai vörös cédrust, mahagónit és égerfát. Hát ez egy olyan érzés, hogy az ember maradandót alkot. Ezt aki nem tapasztalja, aki nem csinált ilyet, annak ezt nehéz elmondani, ezt nehéz magyarázni. Én mindenféleképpen inspiráló élményként tudom ezt a munkát fölfogni. Róbert családjával együtt részt vett a zarándokúton, így ez nagyban megkönnyítette munkáját. Gyermekei is rengeteg élménnyel tértek haza. Nekem legjobban a második János Pál bazilikája tetszett, mert tehát nekem az a csempés képek is nagyon tetszettek, meg az a nagy templom középen. Nekem a Jasnagóra nagyon tetszett. Szép templomokban voltunk, meg jó volt. Április 8-án, az Isteni Irgalmasság vasárnapján Palánki Ferenc megyés püspök helyezte el az új oltáron a két szent relikviát. Az irgalmasság szentjeinek otthonra találása természetesen az egyekiek számára jelentette a legnagyobb lelki élményt, de a környező településekről is érkeztek hívek, hogy részesei legyenek az erekjék érkezésének. Egészen különleges lelkiélményben lehet részük ebben az évben az egyeki római katolikus híveknek. Az 1768-ban alapított, immár 250 éves plébánia és templom védőszentjének, Szent Józsefnek a szobrát hétről hétre más és más család fogadja be. A látogatás sorozat megszervezésének az volt a célja, hogy a családok átéljék a közös imádságban rejlő erőt, csodát.
Egyek Hajdú-Bihar megye legnyugatibb települése. Több mint 5000-en élnek a nagyközségben. Többségük, csak nem 70%-uk katolikus felekezetű. Ennek több száz éves hagyománya van. Ezt jelzi az is, hogy a településen idén kettős jubileumot ünnepelnek. A plébánia 250 éves, a templomot pedig 200 éve szentelték fel, melynek védőszentje Szent József. Ennek apropóján döntött úgy az egyházközség vezetése, hogy ebben az esztendőben minden héten át más és más a közösség életében aktívan résztvevő családhoz látogat el Szent József szobra. Általában szentmisék alkalmával szoktak eszembe jutni az ilyen jellegű dolgok, és az a tapasztalatom, hogy amik szentmisén jutnak eszembe, azok valóban onnan felülről való indítatások. Egy nyári szentmise alkalmával jutott eszembe, hogy valamilyen formában meg kellene találni a lehetőségét arra, hogy a családok közös ima szokását elősegítsük. A plébános szerint a kezdeményezés Szent József sugallatára jött létre. Bízik benne, hogy ezáltal a családok összetartó ereje is növekedni fog. A szobor zarándok útjának egyik célja az, hogy szeretnék a családok ima életét elmélyíteni. Ezzel megteremtik azt a lehetőséget, hogy ne csupán az egyéni imádságnak legyen meg a lehetősége, hanem a családok a közös imának az erejét is felfedezzék. Királyi őseidet felülmúltad azzal, hogy karodon hordoztad és oltalmaztad Isten szent fiát, de a názáreti szegényes hajlékban is jól érezted magad, és megelégedtél verejtékes munkád szerény áldásával, a mindennapi kenyérrel. Amikor pedig a kisded Jézust halára kereső gonoszság otthonodtól is megfosztott, boldog maradtál, mert feléd ragyogott szeretteid szeméből a bizalom, a megelégedés és a hálás ragaszkodás. Az üdvözítő Jézus és a boldogságos szűzanya példájára ezért kérünk mi is, hogy pártfogónk és oltalmazónk légy. A tervek szerint a plébános minden alkalommal ellátogat a szobrot befogadó családhoz, és velük közösen imádkozik. A befogadó családok házi oltárt készítenek, ahová elhelyezik Szent József szobrát. Itt összegyűlhetnek és közösen fohászkodhatnak Istenhez. Ebben útmutatást ad nekik az alkalomhoz kapcsolódó imafüzet. Az imádságot a családfő vezeti. A füzetnek két része van. Az első felében egy ajánlás olvasható a családok számára, hogy milyen imákat mondjanak. Az egyik ilyen például a férj imája a feleségért. Istenem, köszönöm, hogy jó, értékes, szorgalmas, otthon szerető és gondos feleséggel ajándékoztál meg, aki a családunk igazi őrangyala. Értünk él, és boldogságát abban leli, ha én és a gyermekek elégedettek vagyunk. Én azonban nem voltam mindig kellőképpen figyelmes iránta. Néha lebecsültem munkáját, elismerésemnek pedig csak nagy ritkán adtam jelét. Szent József, te nagyra becsülted Szűzi feleségedet. Vele együtt imádkoztál, vele együtt dicsőítetted Istent, előzékenyen és szeretettel segítettél neki. Példás férj voltál. Kérlek, Szent József, világosíts fel, segíts nekem, hogy méltó férje legyek derék feleségemnek. Azt mondják, ez az ima alkalom óriási erőt ad a nők számára, hiszen mindenkinek jól esik ilyen elismerő szavakat hallani a párjától. Jézus is ezt kívánja tőlünk, hogy neki is ez az üzenete, hogy minél többet figyeljünk egymásra azon keresztül, amit ő közvetít. És például nekem az imádságok közül a legmeghatóbb ugye a férj imája a feleséghez. Hogyha ezt minden nap elmondhatná mondjuk egy férj a feleségének, akkor ez lenne a legnagyobb isteni ajándék. És ez segít minket előre rendíteni a további életünkben és a szeretetben. Hálaadó szavaikat ugyanakkor a legkisebbek is elmondhatják Istennek. Istenem, hozzád emelem szívemet, kérlek, állj meg engem. Most szívesen szót fogadok szüleimnek, nevelőimnek, jó leszek társaimhoz. Szűzanyám, vigyázz rám, őrizd minden bajtól, lelkemet a bűntől. Amen. A közös imát a gyerekek is élvezik. Sára, Janka és Botont szeretné, ha azután is így maradna, amikor a szobor már nem lesz náluk. A Szent Család fejének hivatását párhuzamba állítják édesapjukéval. Szent József, ugye a templomunk és a plébániánknak a névadója, és hogy apával rokon szakma az ács, mivel ő asztalos. Apa.
mi nem tanultuk még meg, hanem mi még csak könyvekből olvasunk, de a simai imádságokat, azokat meg hát megtanuljuk akárhol, és úgy el tudjuk azokat is imádkozni. Én a legtöbbet a templomba tanultam meg. Az imafüzet másik részében a családok tagjai mutatkozhatnak be, és leírhatják azokat a kegyelmi ajándékokat, lelki felismeréseket, amelyeket a hét során megtapasztaltak. Azt látom, hogy ennek a lelki kezdeményezésnek olyan előre nem várt ajándéka is vannak, amelyek egyértelműen bizonyítják számomra, hogy ez felülről indult kezdeményezés, és Szent Józsefnek a hathatós oltalma kíséri ezt a imahadjáratot. Ferencinél Mag Editnél ugyan még nem járt Szent József, de már is megtapasztalta, hogy mekkora ajándék ez. Az a legnagyobb örömöm, hogy már a vejem is részt vesz ebben, és mikor náluk volt a szobor, ő vezette az imákat, ők meg a kicsik is megköszönték, ugye az apát köszöntötték, az édesanyának köszönték, amit úgy éreztek, hogy köszönni kell. Bár Edit egy ideig nem gyakorolta hitét, unokájának köszönhetően mégis visszatalált Istenhez. Borzasztó nagy élmény nekem, meg öröm, meg valahogy nem is tudom, ilyen belső öröm, tehát amit szavakkal nem is tudok kimagyarázni, mikor látom a szép családomat együtt a misén, és ott ülnek velem mindig. A szobor útjáról havonta beszámolót készítenek. Három kérdést kapnak segítségül, hogy összefoglalják, mit adott számukra ez az egy hét. Nem kell semmi különös dologra, ami a szívedben van, amit te megértél. Volt, aki minden kérdésre 10 mondatot írt, vagy esetleg többet, mert annyi volt a szívébe. Volt, aki egy-egy mondattal, de az is nagyon sokat mondott. A Szent József szobor látogatása nem csak a közösen imádkozó családok tagjait kapcsolja össze, és fűzi szorosabbra a szeretetüket, hanem a plébánia életét is megerősíti. Köszöntöm a stúdióban Pap László egyeki plébános urat. Szép estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenre kiemelést köszöntök minden hallgatót és tévénézőt. Én azt hiszem, hogy a kedves nézők elnézik nekünk, hogyha ezt a beszélgetést mi tegeződő viszonyban folytatjuk, hiszen az ismeretségünk, barátságunk az több esztendőre vezet vissza. Én azt gondolom, hogy ez egészen különleges dolog, amit ti kitaláltatok ott egyegen. Hogy egy Szent József szobor családról családra zarándokol. Érdekes volt ez a kifejezés egy szobor esetében, hogy a szobor fog zarándokolni családról családra. Mint hogyha egy-egy megszentelt helyre menne a szobor. És ugye ez már most látható, meg ahogyan ez a hölgy is elmondta, hogy teljesen fellendíti a lelki életet egyeken. És hát mondtad, hogy az indítatás Szent Mise közben érkezett. Na de hát ez mégsem egy szokványos dolog. Azt gondolom, hogy ilyet túl sűrű nem lát az ember. Megmondom őszintén, hogy így közösen visszanéztük ezeket a tanúságtételeket, olyan belső megrendültség lett úrrá rajtam. Férfi létemre nem szégyellem, hogy majd, hogy nem a könnyeimmel küszködök, mert látom azt az erőt ebben a történetben, ami Gyökösi Endre mondja, hogy első-felső-belső hang. Szóval érdemes ezekre a sugallatokra odafigyelni. És én, amit most tapasztalok az egyházközségen belül, még inkább azokban a szívben végbe menő belső változásokban, megtérésekben, és azokban a bátor elindulásokban csak hálát tudok adni. Nagyon sokszor elhangzott már az elmúlt hónapokban ez az ajkamon, el is fog még hangozni, hogy ne szűnjünk meg hálát adni, és úgy gondolom, hogyha a hála ott van a szívünkben, akkor tudjuk azt, hogy mi eszköz vagyunk annak a kezében, aki igazából kézbe vesz bennünket, és aki szeretné, hogy egyre jobban megismerjük őt, hogy átadjuk neki az életünket, hogy rendbe kerüljön az életünk, abba az isteni rendbe, amibe egyedül érdemes belekerülni. Úgyhogy, ha össze lehet foglalni, azt látom, hogy kezdenek
az egyekiek rendbe kerülni, ebbe az isteni rendbe. Az az igazság, hogy itt a 21. században mindig óriási kérdés, hogy hol van a szerepe a hitéletnek, hol van a szerepe a keresztény felekezeteknek. Hogyan lehet megszólítani ma az embereket úgy, hogy ne vegyék tolakodásnak, és hogyan lehet úgy megszólítani őket, amikor a világ teljesen mást üzen, amikor a zsebemből előveszem a kis kütyümet, és teljesen másra is tudok foglalkozni, tehát nem a lelkemmel, nem befelé fordulva. És itt van az orrunk előtt egy példa, amikor ilyen tanúságtétel hangzik el, hogy én mondja, hogy nagyon régóta elfordultam, de örömöm van abban, hogy együtt vagyunk. Tehát a hiten túl az emberek közötti viszonyra tudtatok rámutatni. Arra, hogy a családnak óriási értéke van. Sokszor beszélünk, hogy ilyen év van, olyan év, vagy családokével, gyermekekével adja a éhezőnek, de hát ti ezt megvalósítjátok. Szent József, illetve a Szent Család, az a modell, az a példa, amelyet hiszem, hogy hétről hétre azok a családok, akik befogadták Szent Józsefnek a szobrát, Szent Józsefet magát, hiszen a szobor az azt fejezi ki, hogy itt egy olyan látogató érkezik, aki már Isten országában van, közben jár értünk, és a szenteknek azt a nagy közösségét, azt a nagy családot, ahová mindannyian tartozunk, attól fogva, hogy meg lettünk keresztelve. Nem szeretném elfelejteni, és szeretném emlékeztetni mindazokat arra, akik ebben a történetben benne vannak, és nagyon örülök, hogy most lehetőségünk van erről ilyen formában is tanúságot tenni, hogy a csoda az Istentől ered. Ő az, aki képes bennünket átformálni. Azok a tapasztalataim, amelyeket a Szent József ima hadjárat, vagy Szent József látogatásának a sorában tapasztalok, akár a legutóbbi emlékemet hadd mondjam el, tegnap voltam éppen annál a családnál, akik most ezen a héten fogadták be. Ők már csak ketten vannak, mert a gyermekük elhagyta az otthont, kirepült, önálló életet él, és a katolikus óvodánknak az igazgató helyettese, illetve a férje megszenteltem a házat, ez az első ilyenkor alkalom arra is, hogy akkor a házszentelést is megejtsem, mert hogy vannak olyanok, akik valamilyen oknál fogva eddig nem mertek meghívni, vagy nem azért, mert megközelíthetetlen lenne a pap, hanem nem volt bátorságuk ahhoz, hogy ezt lehet kérni, hogy a pap azért van, hogy elmenjen, hogy része legyen az életüknek, hogy osztozzon az örömükben és a nehézségeikben, de Szent József valahogy bevisz ezekhez a családokhoz, és aztán a házszentelést követően a házi oltárnál, amit ők előkészítettek, és minden család olyan igényesen, olyan szépen kiemelt helyen, virággal feldíszítve, egy hétig tulajdonképpen egy olyan szakrális közeget teremt, amely megállásra készteti őket. Nem olyan lesz a hétköznapjuk sem, mert Szent József ott van. Amikor hazatérnek, ott várja őket, imádságra hívja őket, és megtanulják azt, hogy milyen erő van abban, hogy közösen imádkozunk. Tegnap, amikor ott voltam, akkor együtt végezték, együtt mondták ezeket az imákat. Van úgy, hogy fölváltva végzik, van úgy, hogy külön-külön, de olyan erő volt benne, amely aztán lehetőséget adott arra, hogy olyan kérdésekre is választ kapjunk, amelyeket vagy nem mertünk eddig föltenni, vagy nem volt alkalom erre. És ezek mindig a mélybe mutató kérdések, mindig a lényegre. Végső soron oda lyukhat ki minden beszélgetés, hogy az üdvösségünkről van szó. Igen, ez egy olyan fogalom, hogy a 21. században, hogyha nem is olyan rég láttam egy felmérést. Az üdvösség évszázadokon keresztül az egyik legfontosabb kérdés volt az ember életben. Ma nagyon-nagyon hátul van, azt se tudják, hogy mit jelent. Nagyon sokan. Na de visszatér a picikét, ez nagyon tetszik nekem, hogy mindenki hogy készül és hogyan fogadja. Gyakorlatilag most azt tettétek, tegyeken, hogy visszavittétek a szakralitást a családok életében. Holott ez egy nagyon normális dolog volt minden házban, a tiszta szobában, helye és szerepe volt az Istennek, vissza, csúnya szóval élve, picit visszaloptátok azt, ami a családok alapja volt, a hit, az Istennel való kapcsolat. A határainkon túl kell lépni. Ki kell lépni a templom falain kívül. Istent nem lehet bent tartani a
templom falain belül, mert Isten maga kilépett az ő világából, és eljött a mi világunkba. És ha ez a nagy lépés Isten részéről megtörtént, akkor a benne hívőknek ugyanezt kell, ezt a bátor lépést, a komfortzónánkat elhagyni, és a komfortzónánkba beengedni Istent, mert a család az a biztonságos közeg, úgy gondolom, hogy mindenki számára, ahová nagy bizalom és bátorság kell, hogy valakit beengedjünk. Éppen sok beszélgetésben az jön ki, hogy mi korábban összejártak, most valahogy elveszítették ezt. Nincsen már az, hogy meglátogatnák egymást. Mintha Szent József ezt is felélinkítené a közösségeinkben, vagy a családjainkban, akik ott laknak, hogy merjük egymást beengedni. Szent József már utat talált, a pap már utat talált Szent József után. Remélem, hogy a családok is utat találnak majd egymáshoz. Fölfedezni azt, hogy merjünk kilépni, merjünk bizalmat szavazni a másiknak, merjünk beszélni az örömeinkről, a nehézségeinkről, hogy bízzunk abban, hogy a másik meghallgat, befogad, elfogad olyanak, amilyen vagyok, és hogy ezt keresztények művelik, akik rendelkeznek ezzel a tapasztalat, hogy Isten elfogad engem olyannak, amilyen vagyok, Isten befogadott, a szívébe zárt, akkor talán könnyebb ezt azok felé is eljuttatni, ezt az üzenetet, akik még nem találkoztak Isten szeretetével. Hát adja Isten, hogy minél többen találják meg ezt a csodát ebben, hogy befogadni, kinyitni az ajtót, előbb a szobornak, majd a papnak, és majd ugyanúgy visszaengedni, ahogy évszázadon keresztül ez teljesen természetes volt a közösségek életében. Hát adjon Isten ez nagyon-nagyon sok áldást nektek. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad. Én is köszönöm, és kérem az imáitokat. Így legyen. Uram, ha véd ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán 7-szer? Mondom neked, felelte Jézus, nem 7-szer, hanem 77-szer. Máté evangéliumából szólal meg Istennek az igéje Reznek Ádám Káplán tolmácsolásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evangélium Szent Máté könyvéből. Akkor odalépett hozzá Péter, és megkérdezte, Uram, ha véd ellenem embertársam, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán 7-szer. Mondom neked, felelte Jézus, nem 7-szer, hanem 77-szer. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, elé állítottak egyet, aki 10 000 talentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből kifizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyermekestül, minden vagyonával együtt, és úgy fizessem. A szolga leborult előtte, és úgy kérte, légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked. Az úr megkönnyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. Amikor kiment a szolga, találkozott egy másik szolgával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte folytogatni, és követelte, add meg, amivel tartozol. A másik szolga leborulva kérte, légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked. De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, így igen elszomorodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Az úr maga elé hivatta, és így szólt hozzá, te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem, nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatásodon, ahogy én megkönnyörültem rajtad. Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, még meg nem fizette mind, amivel tartozott. Így tesz mennyei atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből fele barátjának. Napjainkban, amikor megbocsátás szót halljuk, talán szívünkben, lelkünkben mindannyian érezzük azt, hogy mennyire szüksége van modern társadalmunknak a megbocsátásra. Mennyire nagy szükségünk van arra, hogy ki tudjunk engesztelődni szívből, és másoknak is meg tudjunk bocsájtani. Vissza tudjuk őket fogadni közösségünkbe, köreinkbe. Most elhangzott evangélium szakasz nagyon szépen, de ugyanakkor hangsúlyosan rámutat arra, hogy sokszor mennyire kétarcúak tudunk lenni. Mennyire nagy-nagy
irgalom, éhséggel tudunk leborulni a mindenható Isten előtt, hogy bocsássa meg bűneinket, és akár két perccel később mennyire ítélkezőek és kicsinyszívűek tudunk lenni másokkal szemben. Keresztény emberként, lelki életet élő emberként talán nem is ez a legnagyobb baj, amikor ezt meglátjuk magunkon. Talán a legnagyobb baj az, amikor meg sem látjuk. Mert onnantól kezdve, hogyha látjuk, hogy hát az irgalommal még azért hadilábon állunk egy kicsit, onnantól kezdve azért tudunk dolgozni rajta. Hogy mi is hasonlóak legyünk a királyhoz, a mennyei atyához, ahhoz a valakihez, akinek végtelen tartozással kell, hogy elszámoljunk, és ő elengedi nekünk. Pusztán azért, mert kérjük. Így éppen hasonlóan, amikor valakivel szembe találkozunk, és érezzük akár a jogos haragot szívünkbe, lelkünk, hogy igen, megbántott, megsértett minket, kárt okozott nekünk. Azért úgy egy kicsit csendet tartva, egy kicsit átgondolva saját életünket, mindazt, ahol mi irgalmat nyertünk, talán könnyebben tudunk megbocsájtani fele barátunknak, annak, aki megbántott. Hogy igen, jogos a haragom, jogos a fájdalmam, jogos a sérelmem, de ugyanakkor magamnak is ártok, és a másiknak is, hogyha csak ezt hordozom magamba. Ha nem tudok megbocsájtani, ha nem tudom elengedni. Mert úgy hordozom magamba a haragvást, vagy akár a gyűlöletet, mint egy zsákot, ami tele van kővel, amire rá vannak írva a bűnök, a fájdalmak, a nehézségek. Amint ezeket elengedtem, megkönnyebbültem. És ugye, ahogy szokták volt fogalmazni, aki haragot tart, aki gyűlölködik a másikkal szembe, az olyan, mint hogy a mérget ivott volna. De ebbe a méregbe ő maga fog belehalni, pedig azt várja, hogy a másik haljon bele. Az irgalom viszont gyógyít. Így mi is, amikor akár a Szentírás lapjain, akár a templomban, vagy csak eszünkbe jut és találkozunk Isten igéjével, azon belül az irgalommal is, jusson eszünkbe, hogy mi is gyógyulást akarunk magunknak, és fele barátainknak is, és ezt mi meg is adhatjuk napról napra egymásnak. Segítsen bennünket a mindenható Isten, hogy rajtunk keresztül is irgalom áradjon közösségeinkbe, otthonainkba, és így egy békésebb, szebb, Istennek tetszőbb életet éljünk. Amen. Eddig tartott mai adásunk. Jövő héten, április 26-án a Református Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!